viszont belevágunk az eseménybe. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém Balaton programján. Megvárjuk itt egy kicsit az újon érkezőteket. Mindenkit bátorítunk, hogy közben nyugodtan majd egy példányért fáradjatok hátra, és nem is szeretnék sokat beszélni, itt egy beszélgetéssel fogunk kezdeni, majd egy rövid szünet után lesz egy rövid prezentációs blokk, és mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, a Tájtéka projektnek a két projektvezetőjét, Barbit és Barbit, nevük Bozsik Barbarát és Szív Barbarát szeretném megkérni, hogy mondjanak pár szót. Még annyit elmondanék, hogy mi nagyon-nagyon vártuk ezt a napot, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nekünk ez egy fontos mérföldkő a projektben, és reméljük, hogy önöknek is tetszik majd a végeredmény, de igazából én akkor át is adom a szót a két projektvezetőnek. Köszi. Én igazából csak annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ennyi ismerős arc van itt most a nézőtéren, és hogy az elmúlt két évben a Tájtéka során ennyi emberrel kapcsolatba kerültünk, akik most így rendszeresen járnak ezekre az eseményekre, és hogy remélem, hogy tetszeni fog a könyv, mert igazából ez rólatok szól, és nektek csináltuk, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk minden visszajelzésre, és tök jó, hogy itt vagytok. Köszönöm. Én is ezt szerettem volna mondani, hogy a visszajelzéseket nagyon-nagyon várjuk az olvasás után, tehát ugye e-mailben, Facebookon, bárhogyan kapcsolatba lehet velünk lépni, és tényleg minden inputot szívesen fogadunk ahhoz, hogy ez egy folyamatban levő projekt, tehát hogy ennek nem ezzel van vége, tényleg minden hozzászólás nagyon-nagyon hasznos. És hát nem tudom, én még annyit szeretnék mondani, hogy tényleg figyeljétek a további aktivitásainkat is, lesznek még különböző programjaink, amire nagy szeretettel várunk titeket, és amiről még az este folyamán elég sokat fogunk beszélni. Lesz még építőtáborunk, lesz nyitott házak hétvégéje, de erről tényleg részletesebben fogunk még mesélni, és mindenkit nagy szeretettel várunk rájuk. És akkor át is adnám a szót szerintem Farkas Zsuzsinak, aki a beszélgetésünket fogja moderálni. Jó, sziasztok! Köszönöm szépen a felkérést. Én Farkas Zsuzsi vagyok, a Tilos Rádióban a Megtervezett Valóság című műsornak a műsorvezetője vagyok, és hát a Kortárs Építészeti Központnak is több projektjével foglalkoztunk már a rádió műsorunk során, úgyhogy nagyon örülök, hogy most a Tájtékát is körbejárhatjuk egy picit. És hát akkor bemutatnám a vendégeinket. Horváth Lídia, aki tipikus bebíró, ugye egy a helyi szóhasználattal élve, ugye te 3 éve költöztetek ide a pároddal Budapestről a Balaton felvidékre, és indítottátok el a Gerlice Nomád Terasz vállalkozást. Egyébként pedig marketinges szakember, piackutató vagy, akkor te képviseled a beköltöző oldalt. Ceglédi Ákos, Palóznak polgármestere. Szintén, te még a 90-es években költöztél a Balaton felvidékre, szintén Budapestről, szóval ennek már egy régebb, több mint 30 éve itt élsz. Bódis Gábor, a Hungary Next ország márka műhelynek az alapító vezetője, turisztikai szakember és egyetemi oktató is. Ő volt egyébként a Tájtéka mentor programnak az egyik mentora, a fő mentora. És Barbie, őt ugye biztosan ismeritek, mert Barbie pedig ugye a Kék Kortárs Építészeti Központnak a munkatársa, és a Tájtéka projektnek a projektvezetője, illetve hát az egyik kézikönyvnek, vagy a kézikönyveknek a szerkesztője is. Nem tudom, mennyien olvastátok egyébként az első kötetet. A második kötet azért nagyon eltér attól, ami az elsőben volt. Ez egy nagyon gyakorlatias, használati útmutató beköltözőknek, itt élőknek és döntéshozóknak is. Egy picit arra kérnélek, Barbie, hogy meséljenek a hátteréről, hogy hogyan jött létre ez a második útmutató, és milyennek a háttere. Oké. Szóval, hát ugye az első könyv az egy ilyen
a mostani helyzetnek egy picit az ilyen helyzetértékelése volt, tehát hogy arról szól, hogy mik azok a hatások, amik nagyon erősen hatnak a régiókra, milyen közösségek vannak itt, milyen jó gyakorlatokkal találkozhatunk. És a második könyv az pedig valóban nagyon gyakorlatias, konkrétan jó tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne itt jól élni, hogyan érdemes itt együtt élni, úgyhogy hogy ez a táj is megmaradjon és fejlődhessen, és a közösségek is benne jól érezzék magukat. Úgyhogy ahogy mondtad, ez több célcsoportnak szól, amit gyakorlatilag tényleg úgy kell elképzelni, hogy ezek így szelektálva mindenkinek különböző jó tanácsokat mondanak el. És hát ugye 5 fő témakör szerint van csoportosítva a kézikönyv, tehát az első kötethez hasonlóan, ami az életmód, az épített környezet, a tájhasználat, a látogatók, tehát a turizmus és a vállalkozó szellem köré csoportosul. És hát én gondoltam, hogy ezeknek a témáknak a mentén beszélgessünk ma itt, és akkor az életmóddal kapcsolatban ugye nagyon hangsúlyozza a kézikönyv, hogy mennyire sok lehetőség van a nehézségek ellenére is abban, hogy az itt élők és a beköltözők, illetve a turisták is együttműködjenek, és hogy ebben sok a lehetőség, de ugye nagyon nehéz is. És akkor kérdezném Lídiát, hogy te, mint beköltöző, ezt hogyan kezdted el? Tehát egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ide akarsz költözni, és hogy hogyan valósítottátok meg a vállalkozásotokat itt? Hogyan illeszkedtetek be a helyi közösségbe? Mi volt a ti utatok? Hát mi alapvetően egy 10 éve kezdtünk el a környékre járni, tehát az volt az első megismerkedésünk itt a tájjal, és barátokhoz jöttünk, és szerintem ez egy nagyon fontos kulcsa a dolognak, hogyha az embert rögtön egy kicsit így beavatják, vagy rögtön egy picit így belső dolgokba tud belepillantani, vagy valakihez így hazamegy, akkor nagyon könnyű érzelmileg így bevonódni, és meg szeretné és jó élményeket gyűjteni, és mi évekig gyűjtögettük itt a jó élményeket, és aztán utána úgy döntöttünk, hogy szeretnénk mi is valamit itt találni, egy projektet. Nekem a férjem építész, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretne a tervezés mellett valami ilyen kézzelfoghatót építeni, és a régi kőházak voltak az ilyen álma, hogy keressünk valami ilyesmit, úgyhogy mi kifejezetten ilyen elhagyatott kőromot kerestünk először. Picit közelebb tartsd a mikrofont. Picit közelebb tartom a mikrofont. Rögtön halljátok, hogy mit mondok. Szóval, hogy ilyen kőromot kerestünk, és találtunk is egyet itt a szembe oldalon, a Sabarhegynek a tetején. És az elején tipikusan ingáztunk, tehát hogy jöttünk, amikor tudtunk, jöttünk hétvégén, te jöttünk nyaranta, amikor már megvettük a saját területünket, akkor felhúztunk ide egy sátrat, egy ilyen tipikus beltent, ez az indián tipi sátor, de mindenki jurtának hívja, de nem jurta, és akkor ott aludtunk így heteket meg minden, szóval hogy ez így elég ilyen nomád körülmények voltak, és aztán utána megépítettük a teraszt, amit a barátainknak a segítségével meg így saját kézzel építettünk, ott megtartottuk az esküvőnket, utána a többiek is ott tartották az esküvőiket a építők közül, és hát így indult a mi történetünk is. Megkérdezitek bármelyik esküvős helyszínt itt a környéken, mindenkinek így indult a helyi esküvő helyszín története, ezt most már így megállapítottuk. És aztán utána, ahogy így a pozitív élmények, meg az, hogy megbarátkoztunk a szomszédokkal, meg kapcsolatokat építettünk, úgy döntöttünk, hogy esetleg megpróbálnánk ide költözni. És a Covid alatt ingáztunk, és tök jó volt, mert hogy alapvetően nekünk másfél hektárunk van, ami már ilyen gazdasági lépték, ami azt jelenti, hogy én regisztrált földműves vagyok, és így jöhettünk. Tehát hogy a mezőgazdasági dolgokat akkor is lehetett csinálni, amikor amúgy nem nagyon lehetett. Milyen mezőgazdasági dolgokat? Szőlőművelés? Nekünk mandulásunk van, telepítettünk azóta egy mandulást. Mi a szőlőművelésben nem mertünk belevágni, ez is benne van amúgy a könyvben, hogy az újonnan betelepülők azok vagy nem tudnak, vagy nem akarnak. Mi
nem tudunk és nem is szerettünk volna, tehát hogy abszolút, és viszont nagyon szerettünk volna valamit csinálni, mert hogy a mi hegyünk egy ilyen dolgos hegy. Szóval, hogy ott még a szomszédoknak a nagy része az helyi, tehát hogy őslakos, és szőlőt művelnek, vagy valamit csinálnak, és mi is szerettünk volna valamit csinálni. Célunk, hogy nekünk is legyen majd egy traktorunk, tehát hogy ez most így az ilyen a középtávú tervekben van, és akkor így azt gondoltuk, hogy a mandula termesztés az egy olyan, amiben mi is belemerünk vágni, és valahogy pont ilyen jó csillagok álltak itt összefelettünk, mert akkor alapult a Balaton felvidéki mandula termesztőknek az egyesülete, és alapító tagjai vagyunk mi is, úgyhogy akkor még 9 darab mandula fánk volt, a többieknek meg ilyen 3-6 ezer, de abszolút így bevettek a buliba. Azóta most már 210 fánk van, de még azt reméljük, hogy lesz még több is. Úgyhogy így, és akkor már több dolog kötött ide, mint Budapestre, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor jövünk, és jöttünk. Mik azok a találkozási pontok, és akkor itt egyébként a helyi döntéshozóra is nézek, ahol lehet facilitálni a helyi ítélőknek és a beköltözőknek a találkozását, együttműködését, akár a kapcsolatok létrejöttét? Hát azt gondolom, hogy elsősorban a rendezvények, tehát a helyi rendezvények nagyon jó alkalmat nyújtanak arra, hogy megismerkedjenek a bebírók, vagy az újonnan jöttek azokkal, akik már régebb óta itt vannak, és nyilván nem az ilyen grandiózus fesztiválokra gondolok, hanem tényleg a kis helyi rendezvények, például nálunk a borverseny az tipikusan ilyen, hogy a társadalmi zsűribe lehet jelentkezni, és aki 50 bormintát végkóstol, az biztos, hogy megbarátkozik a többi zsűritaggal, tehát... És, de hát van disznóvágás, meg falunap, meg főzőverseny, meg mindenféle, tehát ezek azok az alkalmak, ahol lehet ismerkedni. És hát a helyi kocsma, tehát ahol még van, mert nagyon sok helyen sajnos már nincsen, ott is lehet ismerkedni csütörtök, péntek, szombat esténként. És hát ugye ez is a kiadvány nagyon támogatja ezt tehát a csendes, fenntartató turizmusnak a megvalósítását. Mik azok egyébként, most a turisztikai szakemberre nézek, ahol azok a fejlesztések, azok a intézkedések egyébként a turizmus szempontjából, amik ezt tudják facilitálni? Hát a turizmust úgy kell felfognunk, mint egy olyan területet, ahol muszáj változtatni és muszáj lépni. Körülbelül 2014-ben Magyarországon megfogalmazódott a turisztikai szakmában egy olyan igény, hogy legyen érthetőbb, koncentráltabb, jobban vezérelt. Nyilvánvalóan itt egy szemléletváltás is történt. Ez a turizmusnak a gazdasági súlyát elsősorban a megtérülést, a befektetés lehetőségét preferálta, nyilván egy koncentráltabb állami irányítás és felügyelet mellett. Most ott tart a turizmus Magyarországon, hogy egy korszakváltásról beszélünk, ami tulajdonképpen egy digitális korszakváltás, és még mindig nem tartunk ott, ahol kellene. A Hungary Next országmárka műhely, amelyeknek a vezetője vagyok, mi már abban képzeljük el, és látjuk a hazai turizmust is, nyilván más szervezetekkel, itthon és külföldön is kooperálva, hogy ideje van a léptékváltásnak. A léptékváltás azt jelenti, hogy a helyi és a helyi érték az, ami meghatározza a turizmusnak a lényegét. Ehhez egyébként a COVID adott nekünk egy leckét, csak hát ugye ez olyan, mint az elefánt, hogy nehezen tanul és könnyen felejt, bár az elefánt egy intelligens élőlény, de úgy szoktuk mondani, hogy van egy ilyen tehetetlenség azért a turizmusnak, föl kell ehhez nőni, de ez a fajta léptékváltó turizmus azért elindult Magyarországon is, és a kereslet is, a kínálat is egyre inkább találkozik ezzel a szakmai elhatározásával a turizmusnak, vagy az egyetlen
életképes kimeneti pontjával, hogy fenntarthatóságról is beszéljünk, hogy jönnek azok a vállalkozók, azok az önkormányzatok, azok a befektetők, akár ügynökségek is, amelyek érzik azt, hogy ki kell vennünk az emberek fejéből azt a tömeges turisztikai szolgáltatás képet, ami azt jelenti, hogy elutazom valahova, és akkor hedonista módon fogyasztok mindent, mert az nekem jár. A helyiek és a helyi érték, mint új léptéke vagy egysége ennek az új turizmusnak, pont azt jelenti, hogy nem csak fogyasztanunk kell, ha megérkezünk egy területre, hanem annak a közösségnek az életében is részt kell vennünk. És nem csak el kell vinnünk onnan az értékeket, amelyeket elfogyasztunk. Jó, persze, ott hagyjuk a pénzünket látogatóként, de tudunk hozzátenni érdemben is, nem csak fizetést adni a minket kiszolgálóknak, hanem akár, és ez a könyv különösen fontos ebből a szempontból, mert leírja pontba szedve, hogy egy látogató mi az, amit csináljon, és mi az, amit ne csináljon. Ez tulajdonképpen a fenntartható turizmusnak az alapja, amikor azt érzékeljük, hogy ezeket a kisebb egységeket helyzetbe kell hozni, támogatni kell, egymás között is hálózatokat kell létrehozni. Így mentesülnek azok a túlfogyasztott turisztikai pontok a látogatók nyomásától, amelyek egyébként megszenvednek a turizmustól. Akkor hát ez két irányú edukációt jelent, tehát egyrészt ugye a turistákat is, tehát akik ide ugye a látogatókat is edukálni kell, hogy a választásaikban, meg a viselkedésükben is, és a helyieket is, hogy felismerik a helyi értékeket, és hogy hangsúlyozzák ezt. Ezek milyen módon történik ez az edukáció? Itt van most ez a kézikönyv, de akikhez mondjuk ez még nem ért el, hogyan tud ez működni mondjuk nagyobb léptékben is akár? Az edukáció alapja mindenféleképpen a beszélgetés, hogy helyzetet és platformot adhassunk annak, hogy a vélemények és az igények meg tudjanak jelenni. Tehát ezt az edukációs folyamatot nem úgy kell elképzelni, hogy mi vagy bárki megmondja, hogy te neked ezt kell csinálni, hanem egymásra tudunk hagyatkozni, és nyitunk olyan fórumokat, olyan platformokat, ahol megbeszélhetőek ezek a dolgok, és nyilván meg is kell benne egyezni, és az edukációs része a helyiek felé, vagy a látogatók felé is így nagyon könnyen átélhető, illetve senki nem fogja talán úgy érezni, hogy neki felülről megmondanak valamit, hogy mit kell csinálnia, hanem vagy ő maga rájön, vagy különböző helyzetekben találkozik olyan mintákkal, olyan jó gyakorlatokkal, amelyekre azt mondja, hogy hát ez igen, akkor ezt fogom tudni én is csinálni. És egy picit az épített környezetre is így rátérnénk. Ugye a kézikönyvben külön fejezet van erről is. Ami egy fontos kérdés, ugye, hogy nagyon ugye elharapódzott most már azért ez egy elég sok szó van erről a Balatonnak a beépítése, és ugye az ingatlanfejlesztőknek ez egy nagyon jó lehetőség, ugyanakkor a helyi értékeket viszont nem igazán veszik figyelembe ezek a fejlesztések. Ugye Palóznakon volt ez az akár ilyen, tehát elég elhíresült változtatási rendelet is, ami pont azt célozta meg, hogy ezt a beépítést egy picit megfékezzétek. Így mesélsz ennek a hátteréről, hogy ez hogy történt, és hogy hogyan vittétek egyáltalán keresztül ezt a döntést, és hogy mi kezdjük onnan, hogy mit jelent pontosan ez a rendelet, az változtatási tilalom. Igen, tehát a változtatási tilalomra az építési törvény ad lehetőséget annak az önkormányzatnak, ahol a rendezési terv felülvizsgálatát elrendelik, és erre szerződést kötöttek. És hát mi ezt megtettük, már régóta próbálkozunk azzal, hogy valahogy kordába tartsuk, visszaszorítsuk a túlzott beépítést. Hát ez nagyon nehéz, és sajnos ezek a rendezési tervek, ezek ilyen 10 éves, 15 éves ciklusokra szolgálnak, és mi pont 2006 körül fogadtunk el egy olyat, ami pont a recesszióban volt, és akkor még az volt a trend, hogy akkor adjunk lehetőséget, minél többen jöjjenek, vállalkozások települjenek meg, tehát beruházók jöjjenek. És
Hát ennek azért lettek hátulütői 10 év után, és azt a célt meg nem érte el, hogy olyan vállalkozások telepedjenek meg, amik mondjuk munkahelyet, meg mindenfélét teremtenek, és beleillenek mondjuk egy falunak a profiljába. És hát jött ez a covidos, nem is tudom, tehát még a covid előtt ez az nagy fellendülés, meg a Balatonnak a reneszánsza, az óriási állami pénzek, amik föltuningolták, és divat lett a Balaton, hál' Istennek, én azt mondom, egyrésztről, másrészt meg szomorú, mert olyan beruházások is megvalósulnak, meg olyan befektetők is megjelennek, akik csak azt nézik, hogy hogyan tudják kivenni a pénzüket ebből, és azzal, hogy milyen pusztítást okoznak a helyi közösségekbe, meg az itt élők életminőségébe, azzal már nem foglalkoznak. Tehát ezért gondoltuk mi azt, hogy akkor változtatási tilalom, ha már felülvizsgáljuk a rendezési tervünket. És hát ez a Covid alatt volt, amikor ugye teljhatalmat kaptak a polgármesterek, és persze volt, aki ezzel élt, volt, aki visszaélt, volt, aki meg megbeszélte ebben a helyzetben is a testületekkel, azt hiszem ez a többség így tett. Én is megbeszéltem a képviselőtestülettel, hogy akkor hozok egy ilyen határozatot, és így én egy személyben rendeltem el tulajdonképpen ezt a változtatási tilalmat. És ez megjelent, azt hiszem először a Balaton tippen jelent meg. Én jól ismertem az újságírót, aki ezt a portált működtette, és mondtam neki, hogy hát kéne egy ilyen aprócska cikk, hogy ez mégiscsak a sajtóba is megjelenjen, még mielőtt a tilalmat bevezetjük, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mi ezt csak úgy egyik napról a másikra. És ez megjelent péntek reggel, azt hiszem én szerdán hoztam tehát szerdán hirdettük ki a rendeletet, tehát akkor jelent meg a, nem is tudom, a jegyzőkönyvben, meg ilyen hivatalosan, úgyhogy hétfőn lép hatályba. És akkor péntek reggel jelent meg a Balaton tippen, és péntek estig, ott végigfutott nagyon gyorsan, mert az Index valahogy átvette, és akkor végigfutott egy nap alatt az egész internetes sajtóba, és péntek estig 8 építési engedélykérelmet nyújtottak be a kedves építkezni vágyók. Tehát, hogy ilyen iszonyatos érdeklődés, meg nem is tudom, építeni vágyás van. Csak a helyi közösség ezt hogy fogadta egyébként? Ők ennek örültek? Nagyon, nagyon. Tehát a helyiektől, a nyaralóktól kezdve a helyieken át, tehát mindenkitől, aki ott helyben él, vagy bármilyen van, az rendkívül pozitívan nyilatkozott erről. Tehát próbál, nyilván a médiának dolga is, hogy jobbról-balról megvizsgálja, próbálták ezt néhányan úgy beállítani, hogy mit te most el lehetetlenítünk mindent, és amikor így megszólaltattak helyieket, akkor tehát döbbenet volt, nem tudtak úgy riportot összevágni, hogy bármiféle probléma legyen ez. És ez meddig fenntartható szerinted? Hát addig lehet fenntartani, még el nem fogadjuk az új rendezési tervünket, illetve maximum 3 évig, tehát a 3 év az jövő februárban fog lejárni, de mi azért hamarabb szeretnénk elfogadni, tehát ősszel szeretnénk elfogadni a rendezési tervet, amiben olyan szigorításokat tervezünk, vagy hát szerepeltetünk, ami félig meddig, vagy valamennyire orvosolja ezt a problémát, vagy próbálja orvosolni. És van erre egyébként másfél is példa itt a Balaton környéke? Mert a ti községetek, falutokból lett szerintem egy ilyen nagyobb hír, de hogy ezt mások is átvették, ezt a gyakorlatot? Igen, tehát előttünk, utánunk is volt rá példa. Előttünk azt hiszem éppen Dörgicsén rendelték el, Szent Antalfa külterületén is, csak ugye az volt a különbség, hogy mi az egész településre elrendeltük, ezt általában területekre, tehát bizonyos övezetekre szokták ezt elrendelni, mi pedig az egész településre elrendeltük. Tehát ez volt a, hogy mondjam, ez a nagy levegővétel, és akkor mindent állítsunk meg. És talán egy hasonlatot még hagyd mondjak, én ezt sokszor elmondtam ilyen interjúkban, hogy tehát van az a pont, ahol már nem lehet tovább lépni, ha egy tengerjáró hajóra mondjuk 5000 ember fér fel, akkor az 5001-et már nem engedi fel a kapitány, mert el fog süllyedni a hajó, vagy legalábbis betelt.
És hát szerintem a Balaton már nagyjából itt tart, hogy már nem szabadna senkinek itt a meglévő helyett lehet újat építeni, de új területek beépítését már nem nagyon kellene erőltetni. De miközben pedig iszonyatos fejlesztések zajlanak. Mi most pont körbetekertük egyébként a Balaton biciklivel, és hát elképesztő, hogy így mindenhol építkezések vannak szinte így végig a parton. Hogy lehet ezt egyébként így összehangolni a helyi érdekekkel? Azon túl, hogy vannak ilyen döntések, ahol egy-egy polgármester meghoz ilyen drasztikusabb lépéseket, de mondjuk turisztikai szempontból, akár vagy építészeti szempontból is így hogyan lehet ezeket valahogy így összhangba hozni a helyi érdekekkel? Van-e egyáltalán rá mód? Van. Az lenne a kiindulási pont, hogy mindent össze kell hozni, és össze kell hangolni, és egyeztetni kell. Tehát az egy rossz gyakorlat, hogy akár a Balaton partján, vagy máshol, Balatontól távol, vagy az ország bármelyik területén, csak úgy, azért, mert turisztikai kereslet van rá, vagy igény van rá, vagy befektetési lehetőség, ezért a növekedésben látják a beruházók a perspektívájukat. El kell azt fogadnunk, nem én mondom, nálam ezerszer tapasztaltabb környezeti szakemberek, hogy nincsen olyan, hogy fenntartható növekedés. Tehát ez eleve egy tévút. Sőt, ha radikálisan akarok fogalmazni, akkor vannak Nyugat-Európában olyan programok, olyan fejlesztési programok, amelyek a rewildingot, tehát a visszavadítást fogalmazzák meg. Ott konkrétan lebontják azt, ami korábban épült, pont azért, hogy a természeti és a társadalmi egyensúlyt vissza tudják állítani. Tehát amit itt látunk a Balaton körül, az egy rossz folyamat. Már most gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy ez megállítható legyen. Én azt mondom, hogy szerencsére a gazdasági válság ez egy kicsit visszafogja, de ebből is azt kellene megtanulnunk, hogy nem lehet úgy tovább lépni, hogyha nincsen az egyes szintek között kooperáció és egyeztetés. Itt nem arról van szó, hogy nem lehet fejleszteni, megfejlődni, de többet növekedni ezen a területen egyszerűen nem lehet. Tehát itt nem lehet összeegyeztetni a növekedés és a jól lét, vagy a tájnak az intelligens használatát. Itt el kell azt fogadnunk, hogy stopp. És ennek nagyon örülök, hogy egyes önkormányzatok kimondták ezt, mert ezt csak így lehet elfogadni, mert hogyha mondjuk a Balaton, vagy a Madár, vagy a Nádas tudna beszélni, akkor nem csak azt mondaná, hogy stopp, hanem még számos egyéb jelzőt használna előtte, meg utána. Ezt fel kell fognunk, hogy bár ugye a turizmus egy jó pálya, egy nagyon gyorsan megtérülő befektetés, de most nem az egyénnek vagy a befektetői csoportnak a sikerét kell ebben látnunk, mert különben nem lesz hova megérkeznünk vendégként sem. Bocsánat, volt egy ilyen marxi tétel, hogy a mennyiségi változások idővel minőségi változásba csapnak át, itt az idősebbek emlékeznek rá, tehát ez nem igaz. Ezt látjuk sok tekintetben, és én is azt gondolom, hogy nem a mennyiséget, hanem a minőséget kell, illetve a speciális irányokat. Tehát mondjuk egy Balatonfüred vagy egy Keszthely nyilván a minőségi turizmust, a szállodákat tudja elfogadni. Balatonfüred most azt hiszem a konferencia turizmusra próbál rá átállni, meg az egészségturizmusra. Egy kis település, egy falu, az meg a családi turizmusra tud. Egy ilyen hely pedig akár az esküvőszervezésre, vagy ilyen nagyobb rendezvények, családiasabb rendezvényekre. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy szerintem ezek a tiltó típusú rendelkezések, ezek arra jó eszközök, hogy időt nyerjenek a településeknek, tehát hogy egy döntéshozók és a szakmai szerveknek idejük legyen arra, hogy
alaposan át tudják gondolni, hogy mi az a fenntartható fejlődési vagy fenntartási stratégia, ami valóban a település érdekét használja, és fontos, hogy felelős döntéshozók legyenek, és tájékozott döntéshozók legyenek, akik képesek arra, hogy a területhasználatot fenntartható irányba tereljék. És mindemellett én még ott látom a döntéshozóknak a felelősségét, hogy az ide látogatókat, vagy azok, akik ide érkeznek, azzal a céllal, hogy itt nyaralót, vagy valamilyen második otthont, vagy itt otthont, nyaralót vásároljanak maguknak, az ő edukációjukban is nagyon fontos szerepük van, és azt gondolom, hogy tájtékaként ezt a tudástranszfert erősítjük mi, és ez a könyv is arról szól igazából, tehát ilyen nagyon egyszerű példákon keresztül megfogalmazva, hogy amikor mondjuk valaki nyaralót vagy lakást szeretne venni, akkor nem az a legfontosabb szempont, hogy milyen házat szeretnék, vagy hogy milyen telket szeretnék, hanem az, hogy milyen életmódot szeretnék élni, hogy mik azok a mindennapi tevékenységek, amiket el tudok magamnak képzelni, milyen munkát tudok elvégezni a ház körül, mennyit tudok utazásra szánni, stb., milyen típusú életteret képzelek el, és ezek különböző adottságok vannak a régión belül is, és igazából, amikor valaki magának otthon vagy nyaralót keres, ezek a szempontok alapján kell magának települést választani. Nem mindegy, hogy belterületben vagy a szülőhegyen gondolkozik, nem mindegy, hogy még települést választja, és ebben szerintem egyrészt ez a könyv tud nagyon praktikus, hasznos tanácsokat nyújtani, másrészt pedig a döntéshozóknak is nagyon nagy szerepük van abban, hogy kapcsolatba kerüljenek velük, és beszéljenek velük ezekre a dolgokra. Lídia, nálatok ez mennyire volt például tudatos, amikor ide költöztetek, hogy így végig gondoltátok előtte, hogy akkor milyen életformát szeretnétek élni, vagy ez egy ilyen sokkal spontánabb folyamat volt? Hát én azt gondolom, hogy nekünk az volt vagy az segített a döntésben, hogy előtte már jártunk ide barátainkhoz, akik itt voltak. Tehát, hogy nem egy ilyen hirtelen döntés volt, hogy beütött a Covid, és mindenki menekült vidékre, hanem már így megpróbáltuk magunkat itt ezen a környéken előtte. Úgyhogy én amúgy ezzel a részével a könyvnek így nagyon egyet tudok érteni elméletben, de hogy ez a gyakorlatban, hogyha valaki mondjuk meglát egy a saját pénztárcájának megfelelő házat, akkor mivel annyira magasak az árak, mindenki próbál valamit venni. Nem tudom, hogy a gyakorlatban mondjuk mennyire van lehetősége ott szomszédolni, meg nézelődni, meg mit tudom én. Mondjuk a külterületen van a 90 napos kifüggesztés, úgyhogy mi a kifüggesztés alatt már így elkezdtünk ismerkedni a szomszédokkal. Az mondjuk egy jó időszakra, ha happy end-el végződik, hogyha viszont az ember elől megvásárolják a kiszemelt területet, akkor ez biztos, hogy tud szívfájdalmat okozni, de hogyha, tehát én amúgy azt tapasztalom, hogy sok mindenki jön hamarabb, és már itt ismerkedik, és ismerőse ismerőséhez jön, vagy azért jön, mert valami jó élmény érte, úgyhogy én remélem, hogy azért az emberek megfontolják, mielőtt jönnek. És te egyébként azon az oldalon is állsz, ugye neked egy saját vállalkozásod van, a Gerlice Nomad Terasz. Ez mikor indult pontosan? Így egy éve, kettő? Hát kettő. Tehát ez a harmadik szezon. Rendezvényhelyszín. Ez a harmadik szezon, de az idei szezonunk az nem szezon, mert hogy végül belevágtunk az építkezésbe, mert hogy nekünk van egy ilyen régi kőromunk, egy 200 éves kőrom, és azt szerettük volna visszaépíteni, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezt most elkezdjük az idei szezonban, úgyhogy most építkezünk, és nem rendezvényhelyszín csinálunk, de a tavaly meg a tavaly előtti volt ez, amikor esküvők voltak nálunk is. Picit mesélsz a vállalkozás, vagy vállalkozóba váló folyamatodról? Tehát, hogy ugye te kommunikációs szakember vagy, ez egy kicsit azért ez egy másik szakma. Hogy történt az átállás, és hogy mik voltak amúgy a lehetőségek itt, hogy láttátok, amikor nekikezdtetek egy vállalkozásnak? Itt. Én amúgy azt gondolom erről a régióról, hogy itt nagyon nehéz szerintem mellé nyúlni, hogyha az ember valamit így szívvel, lélekkel így kitalál valamit, hogy elkezdi csinálni. Nem is tudom, hogy tudok-e olyan vállalkozásról, ami oké, de tudok, nyilván azért tudom a vendéglátós vállalkozásokat a Covid alatt, de az egy speciális helyzet, tehát ezt azért nem sorolnám ide, mert ez egy abszolút külön kategória.
De hogyha csak olyan vállalkozásokat nézünk, akik valamit elkezdenek, hány jó gyakorlat van a könyvben is, a kosárfonótól kezdve a nem tudom, a sajtkészítőig, a nemezelőn át, a mit tudom én, az építkezési vállalkozókig. Én azt gondolom, hogy ez a környék amúgy így vállalkozás barát, mert hogy az emberek szeretnek idejönni, és például tőlünk az elején megkérdezték, hogy a Káptalan Tótihoz tartozunk közigazgatásilag mi is, és Káptalan Tótiban 4 darab esküvőhelyszín van, hogy nem sok-e egy negyedik esküvőhelyszínnek lenni, és teljesen jogos a kérdés, és mégis azt gondolom, hogy nem sok, mert hogy alapvetően mind a 4 helyszín egy nagyon más irányt, egy nagyon más célközönséget és arculatot hoz, és így mi nem is igazán hirdetünk, tehát hogy mi tényleg ilyen organikusan terjedünk, és így ajánlás útján, és így is megtalálnak bennünket az emberek. Tehát nekem amúgy nagyon pozitív a benyomásom azzal kapcsolatban, hogyha valami vállalkozás elindul, vagy valaki belemer vágni, akkor szerintem talál magának piacot. És azért érdekes, mert van egy ilyen ellentmondás, hogy a helyi fiatalok, azok inkább elvándorolnak, ugye a könyvben is van erről szó, tehát ők inkább a fővárosba mennek, vagy akár külföldre, és a fővárosból jönnek ide nagyon sokan, akik itt hoznak létre vállalkozást. Mi lehet annak az útja, hogy a helyieket is egy kicsit, tehát hogy arra ösztönözni, hogy itt helyben szerezzék meg a szaktudást, itt alapítsanak vállalkozást, mert ennek biztos, tehát hogy azért ez egy probléma, hogy innen meg pont elmennek az itt felnővő fiatalok. Hát ezen rengeteget gondolkoztam, hogy ez miért van így, és én azt gondolom, hogy valahogy szerintem a főváros nekem megadta a vállalkozó kedvet olyan értelemben, hogy ott tényleg az ember sok benyomással találkozik, meg ott tényleg a valósítsd meg önmagad típusú életérzés megy, és itt viszont szerintem az előző generációkban lehet keresni, legalábbis de ez abszolút az én személyes véleményem a választ erre, mert hogy ugye a szüleik, akik mondjuk a mostani ilyen, mit tudom én, ilyen 50 év körüli generációk, nekik vannak azok a csalódásaik, hogy régen még el tudták adni a szőlőt, és fölvásárolták, most már annyira hogy a könyvben is szerepel, hogy gyakorlatilag annyira nem lehet eladni, mondjuk, hogyha valaki nem bort készít, csak a szőlőművelésből szeretné a szőlőt eladni, hogy nem éri megcsinálni. Akkor régen azok, akik, mit tudom én, kocsmákba tudtak értékesíteni folyóborként, most már nem tudják csinálni. Tehát igazából szerintem a helyi fiatalok azok sok esetben találkoznak a szüleiknek a csalódásaival, vagy az ilyen a régen minden jobb volt, és ezért egyszerűen nem hiszik el, hogy az emberek kifizetnének valamit. A másik, hogy ők kinéznek az ablakon minden reggel, és ők is ugyanazt látják, amit én látok, de hogy ők így nőttek föl, és valahogy nem hiszik el, hogy más ezért fizetne. Legalábbis nekem a beszélgetéseimben mindig így ez volt a tapasztalat. Igen, szóval pont az a lényeg, hogy az ember egy adott helyre születik, akkor azt természetesnek veszi, és azokat az értékeket nem éli meg különlegesnek, és nyilvánvalóan egy fiatal, a pezsgő, a minden elérhető, a bulizós, a kapcsolatteremtő, a továbbtanuló helyzeteket nézi, ami elsősorban ugye Budapesten adott. És ezért szerintem nem is kell neheztelnünk, vagy haragudnunk azokra a fiatalokra, akik ugranak egyet, mert a legtöbbjük egyébként vissza fog jönni. Erre nincsenek feltétlenül mérések, bár néhány kutatást én is olvastam már erről. A lényeg viszont azért a mi kezünkben, mondjuk vendéglátás vagy szálláshely szolgáltatás terén, vagy bármely szolgáltatás terén, azért a helyzetet mi is tudjuk befolyásolni. Tehát, hogyha van egy önkormányzat, annak van egy strandja, azon van egy büfé, akkor nem feltétlenül kötelező egy nyíregyházi vállalkozónak kiadni a büfét, mert ő tud érte fizetni, és a nyíregyházi vállalkozó lehet, hogy Paksról fog hozni egy munkaerőt. És akkor megveszik a Tesco gazdaságos alapanyagokat, és csinálnak egy balatoninak hitlángost, és akkor még a hekről nem is beszéltem. És ugye oda megy a látogató, a vendég, a fürdéni
vágyó a strandra, és hát ugye ezeket a, hát bocsánat, ott kérek, de azért tucat szemetet kapja meg a legtöbb helyen, horror áron. Holott ha a strand, az önkormányzat, vagy a vállalkozók egymásra hálózatként tekintenének, és azt mondanák, hogy a helyi munkaerőt, ez lehet a Mari néni is első körben, mert úgyse csinál semmit otthon, vagy lehet a fiatal is, akkor őket be lehet vonni ebbe a gazdaságban, és hogyha ilyen a gazdasági modellünk, akkor nem kell kifizetnünk egy séfet egy hamburgerezőbe horror áron, ahol nagyon magas lesz a hamburger ára is, hanem tudunk behozni helyi alapanyagokból, helyi tudással, helyi receptek alapján készült ételeket, és egy sokkal mélyebb találkozást tudunk adni a gasztronómia szintjén is azokkal, a helyiekkel is, meg a látogatóknak is, akik ide érkeznek. Én még bedobnék egy dolgot, és ez az, hogy a kutatásaink során igazából az derült ki, hogy ez a régiónak a potenciálja igazából nem csak a turizmusban vagy a vendéglátásban rejlik, hanem már most jelen van egy olyan magas hozzáadott értéket képviselő ilyen gyártói, meg szolgáltatói szektor, ami így jó részt ilyen családi vállalkozásokon, meg így családi generációról generációra öröklődő tudáson alapul, és igazából ezeknek a vállalkozásoknak, vagy a döntéshozóknak is abban rejlik a felelősségük, hogy a jövő generációinak tudjanak egy ilyen regionális jövőképet, vagy egy ilyen karrierképet nyújtani ezzel kapcsolatban is. Szóval sokszor azt látjuk, hogy az emberek elmennek, tehát hogy máshol látnak mondjuk tanulási vagy karrier lehetőséget, viszont visszatérve szerintem tényleg ez egy, meg itt maradva is igazából, ez egy olyan régió, ami nagyon sokfajta lehetőséget kínál, és ez valóban nem csak az ilyen elsőre nagyon jól látszó vagy nyilvánvaló dolgok. Én csatlakoznék ehhez, mert itt is felmerülnek olyan sztereotípiák, hogy a helyiek majd a szőlőt fogják eladni, meg a vendéglátásba dolgozzanak, a helyi büfékben, meg a strandon, meg egyebek. Tehát ez nem igaz. Tehát hogy a helyiek dolgoznak ott is, de inkább a nyíregyházi vállalkozó jön, mert a helyi annyira nem fog beállni lángos sütni, vagy konyha munkát végezni, legfeljebb a diák. Tehát én azt látom, hogy a helyiek pontosan ugyanolyan kvalifikáltak, sőt a Balaton üdülő körzetében a mindenféle szociológiai kutatás szerint sokkal magasabb a diplomások aránya, mint az országos átlag, de nálunk például volt egy ilyen falugyűlésszerű valami összejövetel, ahol éppen a birka legeltetést akarták megakadályozni az utca lakói, és hát aztán számukra is kiderült, hogy aki a birkákat akarta hozni, azok is diplomás agrármérnökök és környezetvédelmi mérnökök, és ott valaki felszólt, hogy basszus, hát több diploma van itt a teremben, mint ahányan vagyunk. Tehát, hogy kvalifikált munkaerő van, és ennek a Covid pedig ráébresztette a helyieket is, meg mindenkit, az én gyerekeimet is arra, hogy home office-ból lehet Budapestről, nekem mind a három gyerekem Budapesten dolgozik, de most már nagyon sokat vannak itt, mert home office-ból innen dolgoznak, és két hetet itt vannak, fölmennek az irodába három napra, aztán visszajönnek. Tehát, hogy van itt kvalifikált munkaerő, vannak olyan vállalkozások, amik működnek, nem csak az idegenforgalom, meg ez a borászat, ami ugye nagyon szem előtt van. És hogy ezzel kapcsolatban ugye nagyon érdekes jelenségek vannak, tehát hogy itt is vannak már coworking irodák, meg akik üzleti reggelit csinálnak, egyébként a Pecsakutyára jönnek ők is, tehát hogy ugye sokszor ez az ilyen innovatív gondolkodás egyébként valóban kívülről érkezik, tehát hogy sokszor a budapestiek meg nagyvárosból érkezők hozzák ugye magukkal azt az igényt, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat szeretnék látni itt is, mint amiket korábban megszoktak, ami nem biztos, hogy rendben van így ezen a szinten, viszont biztos, hogy vannak ezeknek olyan aspektusai, amik segítik az itteni közösségeknek is, meg a működését, meg ezt a
tudástranszfert is. És mennyire vonhatóak be egyébként a helyiek ezekben az ilyen projektekben? Tehát például mondjuk egy coworking office-ba mennyire mennek el az ott lakók? Vagy ez mennyire szól inkább a, nem tudom, a fővárosi értelmiségnek, aki ide jön? Olivia jár mindig szerintem, mondd meg te. És kiket látsz magad körül? Én valóban járok, és keddenként erre az üzleti reggelire, és hát ugye nehéz megmondani, hogy ki a helyi, meg a nem helyi. Minek hívjuk azt, aki már legalább olyan régóta helyi, mint az Ákos, de mondjuk azért máshonnan jött, akkor ő helyi vagy nem helyi. Tehát, hogy alapvetően nem csak a nyaraló tulajdonosok jönnek, tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, azok, akik csak hétvégente lógnak itt, mert hogy amúgy keddenként reggelente van, de azok jönnek, akik betelepültek. Én szoktam látni helyi fiatalokat a könyvtárba egyrészt, már home office-t dolgozni, illetve nálunk együtt van a könyvtár és a kocsma, tehát nagyon jó kombó, és ott a kocsma teraszán szintén dolgoznak, és akkor közben, és ez vonza a többieket is, tehát hogy ha egy valaki ott megtelepszik, és ott irodai munkát végez, akkor jönnek a haverok, és akkor ő is odaül, szünetbe beszélgetnek, isznak egy sört, vagy bármi. Tehát hogy működik ez a coworking iroda a kocsmában, meg a könyvtárban. És mennyire van meg ez a szezonalitás még mindig a Balatonon egyébként? De ugye mindig tehát azért a nyár a főszezon, de ugye ez egyre inkább kitolódik, és hogy a Covid is pont azt mutatta meg, hogy gyakorlatilag így nagyon sokan ide itt voltak egy egész éven keresztül, tehát hogy kitolódott a szezon. Ez turisztikai szempontból, ez egy kihívás, ez egy új jelenség, vagy ez egy folyamatosan fejlődő folyamat? Ugye azt szoktuk mondani, hogy akkor jó egy turizmus, egy térség turizmusa, hogyha az kiegyenlített mind térben és időben is. És úgy látjuk a Balatonnál, hogy megyünk ebbe az irányba. Nem is nagyon szoktuk már azt a fogalmat használni, hogy szezon hosszabbítás, mert hogy a szezon maga az ugyan még létező fogalom, de nem e felé kellene elvinnünk a gondolkodást, a látogatók gondolkodását sem, hogy szezonban gondolkodjanak, hanem abban, hogy gyakorlatilag ősszel, tavasszal, sőt télen is számos olyan esemény vagy lehetőség, attrakció van a tó körül, amelyet érdemes felkeresni. Tehát ebből a szempontból a Balaton egy nagyon jó helyszín és egy nagyon jó eset, amelyet érdemes tanulmányoznunk is, meg értékelnünk is ebből a szempontból, mert ugye egy olyan hely, ahova mindig szeretnek jönni az emberek, fel is kell, hogy készüljön az ő fogadásukra, és ugye, ahogy mondtátok, azért itt nem csak a rövid távú nyaralók jelennek meg, egy-két napra, vagy egy-két hétre, vagy hétvégére, hanem megjelenik egy nagyon intelligens vagy kreatív, innovatív potenciális, akik azt mondják, hogy ők itt szeretnék berendezni az életüket. Ugye velük is számolnia kell ennek a térségnek, és ugye azt szoktuk mondani, hogy azt a szolgáltatást érdemes futtatni, amire igény van, de jobb ezt talán megfordítani, és a helyi közösségek és vállalkozók lehetnek innovatívak, és lehet őket abban is helyzetbe hozni, vagy támogatni, hogy kezdeményezzenek lehetőségeket, mert ha van valami, akkor arra érkezni fog a vendég is, akár ősszel, tavasszal vagy télen. Igen, csatlakozni szeretnék ehhez, tehát hogy nem szezonhosszabbítás, hanem tulajdonképpen egész éves szezon lett, és ebbe a Covid nagyon nagy lökést adott. Tehát nekem van egy picike vendégházam, igazából ilyen egy család fér el benne, tehát 25 négyzetméter, és a Covid alatt, amikor ugye kijárási tilalom volt, meg sehová nem lehetett menni, akkor jöttek az üzleti utazók, ami üzleti célból lehetett, és akkor ismerősökön keresztül, hogy ugye akkor lehet hozzád, és rájöttek, ugye ez a téli időszakra esett, de valahol, tehát szabadulni kellett Pesten a négy fal közül, és akkor lejöttek egy-egy hétre. És rájöttek, hogy a csend is érték, meg a nyugalom is érték, és azóta visszajönnek, és nem csak hozzám, hanem nagyon sokakhoz, télen is. Nyilván ez nem vethető össze a nyári
strandnyomorral, de van egy vendégkör, van rá igény, és egyre többen fedezik fel a csendesebb, nyugodtabb időszakokat a Balatonnál. És van hozzá infrastruktúra is? Igen, tehát az még hibázik, de hál' Istennek, aki télen jön, az a magányért és a csendért jön, hogy nyugalomba legyen, és nem diszkóba akar menni, vagy a, nem tudom, a DJ a szőlőben szolgáltatásaira vágyik. Tehát azért el tud menni, tehát ha Palóznakon nem is, de mondjuk Füreden vagy Csopakon azért vannak, vagy Alsőrsön is vannak olyan éttermek, amik a teljes szezonban nyitva vannak télen is. És hát azért egy nagyon erős minőségi ugrás is volt szerintem azért az elmúlt pár évben, akár a gasztronómiát nézzük, azért itt a gasztroturizmus is nagyon sokat fejlődött a... Nem is tudom, az elmúlt ilyen 5-10 évben talán mondhatjuk azt, de hogy jobbnál jobb éttermek vannak így végig a Balaton körül, az északi parton és a déli parton is. Én azt látom, hogy azért ez egy ilyen nagyon erős fejlődésnek indult. Tehát, hogy most, hogy csak így visszagondolok egy ilyen 10 évvel ezelőtt még, akkor így azért sokkal kisebb választék volt, és most azért már tényleg nagyon-nagyon jó éttermek vannak mindenhol. Közben egyébként a közönségre is néznék, hogy ha nektek van kérdésetek, akkor még most van idő egyébként a ti kérdéseitekre is a vendégekhez. Senki? Én még folytathatom a te gondolatodat? Persze. Hogy... gondoltam be egy kicsit így igen, interaktívabban, lehet. Tehát hogyha valakinek már nyugodtan szóljatok. Gondolatébresztőnek szánom, hogy azért az csak egyféle mérőeszköz, ha egyáltalán mérni akarunk bármit is egy tér használatában, hogy milyen gasztrohelyek nyílnak, mert nem szeretném én se a Balaton térségét, vagy a Káli-medencét, vagy a Balaton felvidéket a gasztronómiára redukálni, hiszen azért itt nagyon sok egyéb olyan felfedezni való van természeti, társadalmi, kulturális és egyéb érték, ami nem a gasztronómia minőségében merül ki, és erre én azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezen a tér is történt változás, tehát a programok, a látogatóközpontok, kilátóhelyek, stb. Kerékpárútfejlesztés azért az mind azt segíti, hogy ne csak ezek a gasztropontok tűnjenek fenn, és legyenek láthatók a térképen, hanem itt is megvalósuljon egy olyan folyamat, ami nyilvánvalóan a térségnek a túléléséhez vagy adaptációjához vezet, hogy az egyes pontok nem feltétlenül konkurálnak egymással, hanem ki is tudják egymást egészíteni. Tehát ahol van egy jó gasztrohely, az összekapcsolható mondjuk egy kézműves, vagy sport, vagy lovaglós, vagy bármilyen más helyszínnel, és a Balaton ebben az irányban is azért az elmúlt 10-20 évben szép fokozatosan nyitott és fejlődött. És hát ugye írtok is a hálózatosodásnak a fontosságáról a vállalkozások között. Erre jó példákat tudsz esetleg mondani, Barbi? Mert ti azért ezt sokat kutattátok itt helyben. Hát alapvetően sok olyan folyamat van itt, ami már ebbe az irányba mutat, tehát hogy vannak olyan szektorok, mint mondjuk a vendéglátás, vagy a turizmusnak vagy a turizmus, ahol ez jellemző, és vannak olyanok, ahol így abszolút nem. És tehát tájtékaként nem csak a vállalkozások ilyen hálózatosodásával foglalkoztunk, hanem alapvetően azt gondolom, hogy ennek az egész projektnek az a célkitűzése, hogy a különböző típusú együttműködéseket ösztönözze, meg ezeket támogassa, és gyakorlatilag ezt is csináljuk, tehát hogy az egyik ága ezek az
eszköztárak, tehát ezek a kiadványok, ahol az ilyen itteni tapasztalatokat írjuk le, és jelennek meg gyakorlatilag egy kötetben. A másik pedig az a folyamat, amit a különböző közösségekkel végzünk, szakmai közösségekkel, mint az építészekkel, tehát a havi ilyen szakmai építészfórumunk, vagy mondjuk azok az események, amiket eddig megvalósítottunk, meg amik lesznek még idén-nyáron. Igazából ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy a helyi szereplőket szeretnénk arra ösztönözni, hogy dolgozzanak együtt, az erőforrásaikat közösen használva vonjanak be minél több szereplőt, és mutassák meg magukat, mert ez teremt igazi értéket, ezt saját maguk folyamatként is egy értékként tudják elkönyvelni, és igazából a látogató is valószínűleg az ilyen típusú kapcsolódásokat keresi velük. Egy kicsit szeretném dicsérni a könyvet, mert hogy a Balatonon... A Balatonon nagyon sokféle szempont és érdek jelenik meg, és ütközik is néha, és a könyv az ezeket így próbálja kisimítani. Néha, bevallom őszintén, számolva egy kis naivitással is, de az azért nem árt néha. És ami nekem borzasztóan tetszett, hogy ezek a szempontok megjelennek úgy, mint, tehát van egy ilyen ajánló rész, hogy a turistáknak, a helyieknek, meg a döntéshozóknak. És nagyon fontos, hogy ez a sokféle szempont, ez így megjelenik, és tanácsokat ad, meg lehetőségeket villant fel, és én talán az a döntés, ha egy falusi polgármester döntéshozó, akkor én az a döntéshozó vagyok, aki örül, hogyha adnak neki tanácsot, mert nem biztos, hogy mindenre gondol az ember. És ebben a könyvben tényleg nagyon sok ilyen szempont és tanács van számunkra is, meg az önök számára is, akik itt akár turistaként, akár nyaralóként, akár helyi lakosként szeretnének élni, létezni, nyaralni, bármit tenni. Volt egyébként, amit ebből megfogadtál azok közül a tanácsok közül? Nagyon. Most így konkrétan nem tudom, de biztos lesz olyan. Nem. Még el kell olvasnom jó alaposan az egészet. Végrágnyolom. Nagyon ideális szenáriót vázol fel tényleg, tehát egyébként azt gondolom, nagyon-nagyon jó praktikus tanácsok vannak benne tényleg, akár turistaként, akár ideköltözőként is jöttök, tehát tényleg érdemes elolvasni, és egyébként akkor azt is mondjuk el, hogy hol kapható még egyébként a kiadvány. Itt is meg tudjátok most vásárolni, de ugye ennek a terjesztése az több ponton is jelen van az országban. Erről ezt el tudod még mondani, Barbie? Igen, hát a korábbi terjesztési pontjainkon, ahol az első könyvet is kapni lehet, Veszprémben, a Kunszban, a Pekedliben, itt a regionális szinten Barnagon, illetve itt Kaptan Tótiban is a Kinga kamrájában lehet kapni, és hát természetesen Budapesten is megvásárolható nálunk a Kékben, az irodánkban, illetve a Fugában is. Úgyhogy aki arra jár, az ott is keresheti. De aki itt van, az vegye meg, viszont az ismerőseinek ajánlja, hogy ezeken a helyeken mind meg lehetnék venni. És akkor én azt gondolom, hogy persze, nagyon. Ott már csak lakóházak van. Ezelőtt 20 évvel egy darab ember nem lakott. És olyan, ha lakóházak
Kéne betartani azt a szabályzatot, ezt a kézikönyvet, ami entált, nem tudom, mert a arculati kézikönyv, csak ezt mondjuk. Senki nem tartja be. Monoszlón van 8 darab medence. Szeretném tudni, hogy hánynak van engedélye. És hánynak lehet, mert nulla egyébként. Nulla, de sem. És így tovább. Tehát szépen vagyunk, meg ez például rendben van, csak az a kérdés, hogy ha esemény van, akkor a másik 10 darab szőlő mit csinál? Szőlő tulajdonos mit csinál? És aki esetleg akkor ott akar kiadni vendégházat. Aki azt mondta, hogy itt csend van és madár. És egyébként hát pekje van, mert ezen a hétvégén sajnos két darab esküvő. Ezeket el kell dönteni, és az a jövő a menedzsmentben, hogy nincs is, vagy van. Vagy ez, vagy az. Tehát az, hogy én révfülőtől lehet ott csinálni zajt, és akkor de följött a sarföld felé van az a enyhén zajos hely, amiből az enyhén nem igaz, mert ez a misztikus vagyok. Tehát ezeken nem kéne egyszer gondolkozni, mert jó ez a könyv, de ki fogja elolvasni? Hány darab polgármester érti meg, és most nem kérdezem. Jó. Tehát úgy látom, hogy mindenhol ugyanazok a problémák vannak itt a Balatonnál. Tehát ez a rendezvény kontra csend. Palóznak talán egy ilyen nagyon tipikus példa a paloznaki jazzpiknikkel. Ez 10 évvel ezelőtt robbant be, és egy 500 fős faluba egy olyan 10 000 vendég megjelenik 3 nap folyamán, hanem 3x10 000, tehát minden nap legalább 10 000 ember még hozzájön az 500 helyihez, meg a néhány nyaralóhoz. Volt is belőle botrány, volt Facebook csoport, csendesebb pikniket, meg egyebek, aztán szép lassan mindenki rájött, hogy azért az nem olyan rossz, hogy a Difáz, vagy a Mezzoforte, vagy tehát ilyen kaliberű együttesek ott vannak a paloznaki domboldalba, és egy nagyon jó hangulatú rendezvény. És 3 napot ott azért el lehet tölteni. És akit zavar igazából, az évek során rájött, hogy hát akkor megy el nyaralni, mert úgyis elmegy nyaralni, akkor megy el, és tulajdonképpen megbékélt vele a közösség, és jól szórakoznak. Ez az egyik. A másik kérdés, mi volt a második? A parkolás volt a harmadik. Lakni a szőlőbe, nagyon röviden nem. Tehát nem szabadna lakni a szőlőbe, de sajnos ilyenek vagyunk, hogy lakunk a szőlőbe. Tehát ezt én azt mondom, hogy nem, mert ez nagyon sok problémát vet fel. Szerintem nem kéne lakni a szőlőben, a szőlőbe szőlőt kéne művelni, meg a borospince előtt borozni, de a mai világ nem erre mutat, úgyhogy ezzel nem tudunk. A parkolás az meg szerintem megoldhatatlan probléma, mindenkinek a saját kertjébe kéne parkolni, illetve én azt fogom támogatni, aki majd polgármesterként indul helyettem a következőkben, aki azt mondja, hogy minden autót kitiltunk, tehát vannak svájci települések, ahol ezt megteszik. És a falu szélén van egy parkoló, ott lehet parkolni, és akkor ha cuccot kell vinni, akkor ilyen elektromos eszközökkel lehet a mosógépet meg a szekrényt elvinni, de egyébként meg sétáljunk 200 métert már a falu széléig. Szerintem itt a Káli medencében is, meg Palóznakon is ezt nagyon sok helyen meg lehet tenni, és azért errefele próbálkoznak a polgármesterek, nem csak kis helyen, tehát azért Tihanyba és Füreden is van erre próbálkozás, hogy valahogy az autóforgalmat csökkentsük. Bátorság kell hozzá szerintem. Még a Gábor szerintem, hogy reagáljon. Igen, de pontosan erre szeretnék reagálni. Szóval meg csatlakozni ahhoz a szóhoz, amit ugye legutóbb hallottunk, ez a bátorság. Tehát ha egy településvezető vagy egy térség bátran és karakán módon tud dönteni,
amellett az érték mellett, amiben ők megegyeznek, akkor azt következetesen képviselni is lehet. Van Százfehér Egyháza Erdélyben, Romániában, Viszkri néven fut, ott a helyi közösség megállapodott abban, hogy oké, építenek egy parkolót 2 kilométerre a településtől. Tehát megvalósult a parkoló, aki autóval akar érkezni, az érkezik, meg busz is érkezik, és akkor látják, hogy 2 kilométert kell gyarogolni, visszajönnek az autóba, és elmennek. Óriási szűrő, mert az, aki ugye a BMW terepjáróval be akar menni a település központjába, nem tud bemenni. Tehát vannak arra eszközök, amikor adunk is, de nem mindent kell odaadnunk, és ha már az infrastruktúra is szóba került itt a Balatonnál, azért itt van fejleszteni való a közösségi közlekedésben, mert legtöbbször ugye csak autóval lehet megközelíteni bizonyos helyszíneket, vagy nem olyan a menetrend. Ezen akár regionális vagy kormányzati szinten is nagyon erősen el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet fenntartható módon mozgatni az embereket. Ha már hálózatokról beszélünk, akkor ne a legfenntarthatatlanabb módon legyenek elérhetők annak a pontjai. Tehát ugye lakni sem szabad a szőlőben, és én azt mondom, hogy ha koncert van, vagy zene van, vagy jókedv van, az nem baj, de ez egy megállapodás alapján kell, hogy megszülessen, illetve maga az esemény is jó, hogyha nem tájidegen, hanem beleillik abba a környezetbe, amelyet a táj sugal. Még szerintem, Lidia, te is. Igen, én is szeretnék, mert hogy nekem a szőlőben lakással kapcsolatban, nekünk ott van a kőházunk, ami még ugye kőrom, de majd egyszer megint kőház lesz, és a mi házunknak a története az az, hogy ott a kántor tanító lakott ott fönt, és mi amikor gondolkoztunk rajta, hogy mi legyen a házzal, hogy nekiálljunk-e a visszaépítésnek, vagy egyáltalán milyen legyen az arca, akkor többen kérdezték, hogy nem akarunk-e majd oda költözni. Nekünk ott van mellette a mandulásunk, úgyhogy alapvetően mi gazdasági funkciót is szeretnénk adni a háznak, legalább egy mandulaszárító szintjén. És akkor mondták, hogy de hát miért nem csináljuk meg, és lakunk ott, és költözünk oda, hát olyan szép, olyan klassz. De én nem mertem, tehát én gondolkoztam rajta, hogy én mernék-e fönt lakni a hegy tetején egyedül, nincs szomszéd, hogyha mondjuk én vagyok otthon egyedül, vagy egyáltalán ez olyan-e, hogy mernék-e egyedül ott lakni a hegyen. Most már mernék, mert nagyon megszerettem a környéket, de alapvetően ez nem volt számomra mindig egyértelmű, és amikor ezekről beszélgettem például a Káptalantótiban a helyiekkel, akkor ők mesélték, hogy régen, mivel Káptalantótihoz közigazgatásilag nagyon sok szomszéd hegy tartozik, mesélték, hogy még az ő gyerekkorukban mennyien laktak a hegyen. És hogy akkor az még egy tök normális, bevett dolog volt, hogy ott is laktak a hegyen, családok laktak a hegyen, és én ezért vagyok igazániból bizonytalan ebben a kérdésben, mert hogy attól függ, hogy az ember kivel beszélget, a helyiek emlékeznek azokra az időkre, amikor még teljesen normális volt kint lakni a hegyen. Nyilvánvalóan az, aki nem szeretné, hogy most jelenleg a hegyen lakjanak, az valójában, hogyha így szerintem teljesen őszinte akar lenni, akkor nem szeretne Airbnb-ket medencével. De ez nem azt jelenti, hogy valaki ne lakhatna a hegyen. Köztiszteletben álló, nagyon klassz, Birkás Balázs és nem tudom, ilyen arcok laknak fönn a hegyen jelenleg is. És ott élnek 1000 éve. Szóval, hogy szerintem ez biztos, hogy egy ilyen kétoldalú dolog. És közben kifutottunk most már az időből, úgyhogy le kell zárnunk a beszélgetést, de azt javaslom, most úgyis egy kis szünet, lesz egy 10 perces szünet, és akkor itt vannak a vendégeink, tehát hogyha még van bennetek kérdés, akkor nyugodtan forduljatok hozzájuk, és köszönjük szépen, vagy köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Hát még azért sok vetülete van szerintem az összes témának, amit itt most csak ilyen érintőlegesen tudtunk megbeszélni, de akkor azt javaslom, hogy tényleg a könyvet olvassátok el, mert nagyon jó tanácsok vannak benne. Köszi szépen, hogy itt voltatok.